Szabadalom és az oltalom az azért egy eléggé felszabadító érzés. Minden találmány és minden jó ötlet ott kezdődik, amikor az ember azt mondja önmagának vagy valakinek, hogy van egy ötletem. Feltaláló nem úgy lesz az ember általában, hogy én feltaláló szeretnék lenni, hanem van egy új ötlete, és az ötlet aztán úgy valósul meg először szinte az esetek 99%-ában, hogy nincs mögötte védett szellemi tulajdon. Amikor már konkrét ötleteiknek a piacrevételéről van szó, startup alapításról, vagy bármilyen olyan üzletfejlesztési tevékenységről, ahol már arról van szó, hogy a saját maguk által létrehozott innovációkat hogyan tudják aztán hasznosítani, hirtelen ugrásszerűen megnő az érdeklődés. Közömbös a vállalkozásnak a mérete. Egy mikrovállalkozásnak, egy egyéni vállalkozónak is lehet olyan brendje, ami hosszú évek munkájával elér egy magas reputációt. Ezért mindenképpen érdemes bejelentést tenni, mert a költség a veszteséghez képest elhanyagolható. A hivatal adményi határozat az önmagában csak egy papír. De ennek a papírnak az értéke az, ami igazából innentől kezdve izgalmas, a szellemi tulajdon joga, és abban a szempontból izgalmas, hogy ennek a hasznosítását ki milyen módon tudja megtenni.